Csont nélkül új kosárlabda pálya az Árok utcán. 10 az éveknek, az aktív időskor segítő központ nyílt a belvárosban. Zöldebb jövőt, elektromos játékkukás autó a Százszor szép Oviban. Most pedig jöjjenek a részletek itt a Miskolcmában, a Miskolc Televízió híradójában. Köszöntöm nézőinket! Több mint 1 milliárd forintból újították fel a Miskolci Egyetem Eper 1-es kollégiumát. Az 1950-es években átadott épületben a szobák modernizálása mellett kicserélték az összes nyílászárót, felújították a vizes blokkokat és modern konyhákat alakítottak ki. Elektromos főzőlappal felszerelt konyha, új bútorok és törölköző szárító a fürdőszobában. Így néz ki most a Miskolci Egyetem Eper 1-es kollégiuma. 2024-ben a Miskolci és a Debreceni Egyetem közösen rendezi majd meg az európai egyetemi játékokat. Az ehhez szükséges infrastruktúrális fejlesztések első lépcsőfogaként újult meg a kollégium. Hogy 59 óta Magyarországon egy horderejű sportrendezvény, egyetemi sportrendezvény nem volt, akkor még inkább látszódik a jelentősége, hogy ez nem csak a mi szempontunkból fontos, Debreceni Egyetemmel közösen rendezzük, hanem abban a pillanatban Európa minden országából ránk fognak figyelni. A szobák modernizálása mellett kicserélték az összes nyílászárót, felújították a vizes blokkokat, modern konyhákat alakítottak ki, új bútorokat kapott az épület, energiatakarékos világítást építettek ki, és kicserélték az összes radiátort. Nem elég nagyon jó képzést, nemzetközi színvonalú oktatást, oktatókat, kutatási lehetőségeket biztosítani a hallgatóink számára, de olyan környezetet is kell biztosítani, amiben jól fogják munkat érezni, mint hallgatók legalább 5 éven keresztül. Varga Judit hozzátette, reményei szerint a munka folytatódik majd a többi épülettel is. Az 1950-es években épült kollégium felújítása több mint 1 milliárd forintba került. Új kosárlabda pályán játszhatnak majd a helyiek a Bábonyi Bércen. Az Árok utcán a környéken élők közösségi összefogással építettek egy betonpályát 30 évvel ezelőtt, aminek az állapota mostanra sokat romlott. Ennek a helyére építettek most műanyag burkolatú, vadonatúj, körbekerített kosárpályát. Kopog az eső a műanyag burkolaton, a frissen átadott kosárlabda pályát ma csak az időjárás miatt nem tudták kipróbálni a környéken élők. 30 éve vagy 25 éve csináltak egy pályát itt, egy betonpályát teljesen közösségi munkával, és tulajdonképpen ez egy olyan 5-10 évvel ezelőtt kezdett tönkre menni. És ez a beruházás, ez egy teljes felújítás volt. Ez a világ egyik legjobb minőségű műanyagpadlója, ezen játsszák a kosárlabda olimpiai B33 döntőt is. Minőségi darab a kosárlabda palánk is, egy nagy és neves gyártó terméke. Újak az oszlopok és a pályát körülvevő háló is. Mi nem betonmonstrumokat, betonemlékműveket szeretnénk fejlesztéseként látni Miskolcon, hanem emberközeli fejlesztéseket szeretnénk. Azokat a fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amiket régóta várnak a miskolciak. Ilyen egyébként az, hogy sportcélú fejlesztések legyenek a városban. A terület önkormányzati képviselője szerint a helyiek szerették és sokat használták az itteni régi kosárlabdapályát, ami mostanra megérett a felújításra. Amikor jött a lehetőség végre, hogy pályázati forrásból felújítható ez a pálya, nagyon örültem neki, és meg is ragadtuk ezt a lehetőséget. Hozzájárultam a választókerületi alapomból. Miskolc megyei jogú városa is finanszírozta, illetve a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Nagyon sokat jelent az itt lakóknak, ugyanis még leromlott állapotában is használták, futballoztak rajta, kosárlabdáztak, de azért belátható volt, hogy hosszú távon ez így nem maradhat. A régi betont feltörték és elszállították, új alapot készítettek a pályának, arra került a speciális műanyag burkolat. A beruházás összköltsége összesen 9 millió forint volt.
Én nagyon szeretem az ilyen beruházásokat, nem csak azért, mert a kosárlabda és ez a szívemhez közel áll, hanem azért, mert ez teljesen emberléptékű beruházás. Tehát az itt lakóknak valóban javítani fogja a közérzetét, javítani fogja azt a gondolkozását és azt az érzését, hogy milyen jó itt élni és érdemes ide kijönni. Az új pályát mostantól bárki használhatja majd. Aktív időskor központ nyílt a belvárosban 60 év felettiek számára. A közösségi térben fitnesseszközök, masszázságy, társasjátékok és egész napos ingyenes foglalkozások várják a megyében élő időseket. Olyan programok, amikre valóban igényük van a szépkorúaknak. A központ létrehozását ugyanis egy kérdőíves felmérés előzte meg. A kezdeményezés egy szlovák-magyar együttműködési programnak köszönhetően valósult meg. Kényelmes kanapé, fotelek és mellettük különböző fitness eszközök. Idősek igényei alapján készült el az új közösségi tér, amit csütörtökön mutattak be az érdeklődőknek. 60-tól még van 15-20 évünk, amit tartalmasan kell feltölteni valahogyan. Ez a gondolat motiválta az aktív időskor központ létrehozását, amit egy széleskörű kérdőíves felmérés előzött meg. 200 szépkorút kérdeztek meg arról, milyen programokon, foglalkozásokon vennének részt szívesen. Javaslatokat is kértünk tőlük majd ennek a központnak a tartalmára. És ezeket be fogjuk építeni. Elkészült a központnak egy programterve a felmérés eredményeire építve, ami azt fogja jelenteni, hogy júliusig 8 alkalommal egy-egy napos programot fogunk itt megvalósítani az ő gondolataik mentén. Az egész napos programokat két hetente hétfőnként rendezik majd meg reggel 9 órától. Valamennyi foglalkozás ingyenes lesz. Különböző típusú egészségpercek, ismeret terjesztő előadások, lesznek mozgásos jellegű órák, kifejezetten vitaköröket is, művészettörténeti irányultságú programok, úgyhogy érdemes erről tájékozódni az aktivszenior.eu honlapon, ahol a rendezvénynaptárban ezek megtalálhatóak. Barna Sándor, a Tiszáninneli Református Egyházkerület képviselője nyitó beszédében elmondta, tapasztalataik szerint a szépkorúak nyitottak minden ilyen jellegű kezdeményezésre. Az kerületünk egyébként is az idősek felé elkötelezett, tehát szolgáltat vállalunk, és úgy gondoltuk, hogy ezzel kiegészíthető, színesíthető ez a szolgálat. Fontosnak tartjuk, hogy ha Isten életünket napjainkhoz napokat told, akkor az élet minőségünk az attól jobb, ha minél több aktivitás van abban. A projekt egy szlovák-magyar pályázati együttműködés keretében valósult meg, amelynek részeként Kassán is létrehoznak egy ugyanilyen intézményt. A Palóci utca 8 szám alatti diakóniai központban az első foglalkozás április 11-én hétfőn kezdődik. Jól halad a stadion úti óvoda felújítása, az átépítés, épületbővítés és az energetikai korszerűsítés a tervek szerint augusztusban fejeződik majd be. A következő tanévet már az új épületben kezdhetik majd az óvisok. A cél egy károsanyag kibocsátásmentes, környezetbarát épület kialakítása. Magabiztosan lépked a létrával, gyakorlott mozdulatokkal simítja el a glettanyagot a falon. Folyamatosan dolgoznak a munkások a stadion sportóvoda átépítésén. Az 1975-ben épült óvodában az akkori átadás óta nem volt jelentősebb felújítás. Sportóvoda vagyunk, de nem volt tornaszobánk. És ezzel a felújítással, bővítéssel ez is megvalósul, valamint még egy csoportszobánk lesz. Elég nagy létszámmal dolgozunk, szívesen hozzák a szülők hozzánk a gyerekeiket, és ezzel ez is lehetővé válik. Fehéres szürke csík a padlón eddig tartott a régi épület, ezentúl minden új, a vasbeton oszlopok, a falak és a födém is. Az épületben ma bejárást tartott a terület önkormányzati és országgyűlési képviselője, hogy megnézzék, hogy haladnak a munkák. Azt szeretnénk, hogyha közvetlenül a lakókörnyezetben az alapvető szolgáltatások magas színvonalon elérhetőek lennének a miskolciak számára. Ebben beleértjük nyilván a kereskedelmi, pénzügyi funkciókat, és természetesen sok olyan alapszolgáltatást is, ami a családok számára fontos. Azt hiszem, ezek közül egyik legfontosabb az, hogy jó minőségű óvodai ellátás legyen. Még szinte meg sem száradt a habarcsa téglák között, a frissen rakott fal mellett raklapnyi ragasztógipsz. A tervek szerint augusztusig minden munka befejeződik majd az óvodában. Jelenleg egy új épületrészben állunk már, itt az étkező lesz, jobbra mellettem pedig egy tornatermet, egy sportszobát kap az óvoda, hiszen sportóvodáról beszélünk, és ez eddig nem volt az óvodának.
Most ezzel is bővül, étkezővel, még egy csoportszobával, mosdóval, tehát egy új épület szárnyal, emellett megtörténik az épületnek a teljes energetikai korszerűsítése és modernizációja is egyúttal. A cél egy úgynevezett zéró emissziós, károsanyag kibocsátásmentes épület kialakítása, a beruházás összköltsége több mint 100 millió forint. Nyílt levélben fordult Kis Jánoshoz, a Diósgyéri vár fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztoshoz, Varga Andrea alpolgármester, Diósgyéri önkormányzati képviselő, közösségi oldalán azt nehezményezve, hogy épp a diósgyőrieket nem kérdezte meg, sem a biztos, sem a kormányzat arról, milyen fejlesztéseket szeretnének lakóhelyükön. Varga Andrea azt írta, hiába ígérte meg Kis János, hogy az előző városvezetés által elindított és nem megfelelően előkészített várberuházás során feltárt problémák megoldására többletforrást, plusz pénzt szerez, ez a mai napig nem érkezett meg Miskolcra. Varga Andrea azt is megkérdezte a levélben, miért veszi fel Kis János éves szinten a 40 millió forintot is meghaladó miniszterelnöki biztosi fizetését, ha az általa, mint korábbi alpolgármester által is hátrahagyott problémákat Miskolcnak és a miskolciaknak kell megoldaniuk. Az egészségügy és az oktatás rendbetétele, a lét és közbiztonság megteremtése, illetve az utak és járdák rendbetétele, ez is célja a Munkáspárt Borsodabaúj-Zemplén megye 2. egyéni választókerületében induló képviselőjelöltjének. Fülöp József Istvánné szerda délután Komlóstetőn tartott utcafórumot, mint mondta, emelnék a minimálbér és az öregségi nyugdíj összegét, illetve garantálnák a mindenkire kiterjedő teljes körű társadalombiztosítást és állami bérlakások építését is. Én rendszerváltás óta indulok a választásokon, tehát volt mikor a Győri kapuba itt, mi az egyszerű emberekért, a munkásokért, a dolgozók érdekeiért harcolunk. Tehát mi azt szeretnénk, hogy bekerüljön, igaz, sajnos a listánk nem sikerült, de büszkék vagyunk arra, hogy 49 képviselő jelölt társamnak sikerült a megállítása. Szabó Lőrinc születésének 122. évfordulója alkalmából rendeztek koszorúzást a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár kertjében, a Mindszenttéren. Az eseményen közreműködtek a Miskolchoz 1000 szállal kötődő költőről elnevezett Miskolci Általános Iskola diákjai, illetve a Miskolci Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Az ünnepségen a könyvtár udvarán található Szabó Lőrinc szobornál helyezték el az emlékezés virágait. Ma debütál a Miskolc Televízió új magazinja, a Katedra, a műsor, amelynek minden adását miskolci diákok készítik, nem csak diákoknak szól. Az első részt a Lébai József Református Gimnázium tanulói készítették, akik betekintést nyújtanak az iskola életébe, mindennapjaiba és tevékenységébe. A havonta jelentkező műsor adásait elejétől a végéig a fiatalok készítik, saját eszközeikkel valósítják meg ötleteiket külső segítség nélkül. A Katedra első adása 19 óra 25 perckor kezdődik. Egy mókus irányította a forgalmat ma a Százszor Szép óvoda udvarán. A Mirehu kabalája Múki azért jött, hogy a szelektív gyűjtésre tanítsa a gyerekeket. Ehhez egy elektromos kukásautó is érkezett, amit a hulladék gazdálkodási vállalat munkatársai készítettek. A kis járművel a Mirehu telephelyén és nagyobb rendezvényeken lehet majd találkozni. Indul a Mirehu 1-es jármű. Zölden és közösen ez volt a mai nap jelmondata. Az utazásnak azonban hirtelen vége szakad, a mókus megállt parancsol, váltás következik. Most a lányokon volt a sor, akik örömmel ültek a volánhoz. A csomagtérben műanyag és papír hulladék, akár csak egy igazi kukásautóban. Hogy ezeket otthon is külön kell gyűjteni, azt sok gyerek már jól tudja. Hogy a műanyagot a sárgába tesszük, a füvet a zöldbe, de a többit nem tudom. A többiről ma tudhattak meg többet a kicsik, akik az óvodában már eddig is sokat tanultak a szelektív gyűjtésről. Kupakokat szoktak gyűjteni, de azt ugye az adomány kis szívecskébe helyezzük el közösen, illetve
Itt nem messze van tőlünk a szelektív sziget, ahol papírt, műanyagot, üveget külön-külön el lehet dobni. Van, amikor elsétálunk, esetleg csoportosan is oda, de zömében ugye a felnőttek feladata ez. Móki volt a napsztárja, akit hamar bizalmukba fogadtak a gyerekek. Az ő feladata az volt, hogy játékosan tanítsa a kicsiket. A szemléletformálást ugyanis nem lehet elég korán elkezdeni. A gyerekek tudatában beleépül az, hogy bizonyos edényben bizonyos típusú hulladékot szabadon eldobni. Hogy az aztán újra hasznosítható legyen, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Szelektív edények sorakoznak, amiket az elektromos kukásautó kiegészítőiként készítettek el a Mirehu munkatársai. Minden, amit ilyen gyerekprogramot indítunk, mindig a szemléletformálásról szól. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hulladékoknak a megelőzése, ha már keletkezett, akkor a megfelelő kezelése, az már gyerekkorban el tudjon indulni, és hát a szemléletformáló kampányainkat erre építjük fel. A gyerekeknek nagy élmény volt az elektromos jármű, de még nagyobb volt az öröm, amikor egy valódi kukásautó is megjelent az óvoda előtt, amire fel is lehetett szállni. Móki természetesen ide is elkísérte a kicsiket. Pénteken a DVTK arénában folytatódik a női kosárlabda bajnokság elődöntője, amit a miskolci piros-fehérek a címvédő Sopron ellen teljesítenek. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc 1-0-ás soproni vezetésről folytatódik, így Völgyi Péter együttese csak győzelem esetén küzdhet tovább a fináléba jutásért. Többek között az ilyen higgadt, kreatív támadásoknak és a megfelelő tempójú védekezéseknek is köszönhetően az elődöntő első mérkőzésén, az első félidőben egy szoros találkozót láthatott a publikum. Ám a nagy szünettől úgy jöttek vissza a folytatásra a sárga mezesek, hogy 17 ponttal nyerték a harmadik negyedet, amit már nem tudott ellensúlyozni a DVTK, és hazai győzelem lett a vége. Így pedig a Sopron vezet az elődöntős párharcban, és pénteken este már a miskolci visszavágó vár a csapatokra. Ez volt a cél az első meccsen, hogy 40 percen keresztül haltsunk és menjünk az ellenfelünkkel. Ez részben sikerült, részben nem. Ez már a negyeddöntő első mérkőzésének tanúsága volt, hiszen a soproni keret kiemelkedően erős és nehéz azt a tempót végig tartani, amit ők játszani tudnak. Hogyha a Sopron extra napot fog ki, és kívülről is betalálnak a kulcsjátékosai, főleg az amerikai légiósai, és belülről is hozzák a pontokat, akkor a magyar csapat nem tudja megverni ebben a bajnokságban. Nekünk meg kell találni az egyensúlyt, észre kell vegyünk, hogy ezen az adott napon, holnap ki lesz az, aki be tudja rájuk dobni, ő rá egy kicsit jobban odafigyelni a külső dobásoknál, és ennél még keményebben kell dolgoznunk a palánkat, hogy ne kapjunk könnyű kosarakat. Ám nem véletlenül európai top csapat a Sopron, így mindezt végrehajtani ellenük egy teljes mérkőzésen át nem könnyű feladat. Ehhez lehet az első lépés, minimalizálni a hibák számát a visszavágón. És törekszünk arra, hogy őket is hibára kényszerítsük, mert ez a legfontosabb, hogy azért ők is jó sok hibát ugye csináljanak, de szerintem ez, ha sokan ki fognak látogatni a mérkőzésre, biztos vagyok benne, hogy nekik is meg fog remegni a kezük. A bajnoki elődöntő második mérkőzése pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik a DVTK arénában. Pénteken is marad az eső, bővebben nem sokára az időjárás jelentésben. A Miskolc ma utánkulturális témákkal jön a promenád, 7:30 előtt nem sokkal pedig első alkalommal jelentkezik a Miskolc Televízió új diákmagazinja, a Katedra. Ha tehetik, mindenképpen nézzék meg. Én köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!